Starter indult az angol telivérek versenyt a Kincsenparkban, ez a Silver Frost Handicap első része, a nap harmadik futama, és elmegy vezetni Fearless Future Gönci Rebekával, fogva is egészen jó tempót, hát ilyen erősen fogott tempót megy az elején, a többiek inkább fognak, egészen hátul Wendy Mast kiső pozícióban, Tábornagy az első kanyarban, nagyon sokat megy kívül Tábornagy, sokkal előrébb van Agreement, beül a vezető ló elé. Erősen fognak a boly tagjai, Fearless Future azért próbál picit jobban menni, de őt is erősen fogja a lovasa. Hát ez nem lesz egy gyors 2000 méteres verseny, ez egyértelmű, inkább majd a taktika fog dönteni legalábbis. Nagyon úgy tűnik, amikor a lovak a túlsó oldalra fordulnak, Powerdose is egyelőre a mezőny második felében, ott van Ghost STS, három hossza pedig vezet Fearless Futures. Fearless Futures Gönci Rebekával az élen, erősen fogva, mögött a második pozícióban Agreement, aki legutóbb győzött, majd jön az az Angel Secret, akinek a 2000 méteres táv talán még kedvezőbb lehet majd, a középmező nagyon szépen együtt galopozik, és nagyon kívül Tábornagy Pajzs Gáborral, majd itt a kanyar előtt vélhetően bejjebb fog sorolni vele a lovas, falon pedig Agreement Stanislav Georgievvel. Nézzük a verseny második felét, amikor a 800-as táblához érkezik a mezőny, a kanyarban vagyunk, és Fearless Futures még mindig az élen, följebb jött most már a 2-3 éves Agreement és Tábornagy, a két nagyon jó 3 éves ott van most már egymás mellett, és támadják az eddig vezető Fearless Futures, ott van mögöttük egy másfél hosszal a két éllovas, majd szépen lemaradva jön a mezőny, most már azért nyílik az óló, már lovagolni kell a négyik helyezett Ghost STS-t, miközben a többiek jönnek, a külső ívre húz Fearless Futures, ez egy taktikai húzás lehet Gönci Rebeka részéről, talán itt majd jobban megy a 400-as táblánál, így aztán Agreement pedig tisztán az élen, Tábornagy pedig egyelőre nem nagyon tud jönni, vezet Agreement az élen, amikor a távoszlopnál vannak a telivérek, Agreement az élen, Fearless Future pedig itt hozzánk közel a második helyen, egy hossz van köztük, Tábornagy pedig nem lesz a dobogón sem, mert nagyon jön Angel Secret, Agreement pedig meg fogja nyerni a versenyt még hozzá, biztosan Agreement a nyerő, Fearless Future mögött a második, és jött Ghost STS, jött Angel Secret a helyezésekért.